Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A ma esti vendég Szilvási György, egykori titkosszolgálati miniszter. Jó estét! Jó estét kívánok! Rég volt. Rég. És megszenvedte. Hát utána, igen. Mennyi ideig tartottak az eljárások? Hát gyakorlatilag 2009-ben kezdődött, és 2019-ben végződött, 10 év. Minden alól felmentették, tehát semmivel nem tudták igazából megvádolni. Aztán megvádolták, de nem lett belőle ügy egyikből se. Hát, a végén felmentették. A bíróság felmentett. Bécsi hiányos megszüntetés volt, tehát bűncselekmény hiányos megszüntetés volt. Ettől függetlenül az a zsigeri gyűlölet, ami önfelé árad a fideszes vezetőkből, az szinte megmagyarázhatatlan. Milyennek az oka? Tudja, hogy mivel váltottak ki? Többféle oka lehet, vagy több oka lehet. Részben ez a 80-as évek második felében gyökeredzik, amikor én ugye a KISZ-nek voltam az egyik meghatározó, egyetemi vonalon meghatározó vezetője, és a reformvonalat vittük. A Fidesz pedig akkor tájt alakult, amikor én az egyetemi osztály vezetője voltam, és máig ható félreértések tömkelege eredményeként haragszanak rám, de ez most tényleg ez nagyon régi dolog volt. Aztán azt követően a... Bocsásom, még Kövér László, aki a Fidesz egyes számú igazolványának a tulajdonosa, az meg pont ebben az időben még Acél György beosztottjaként dolgozott az MSZNP intézetében. Igen, de hát nem azért haragszanak rám, mert én a KISZ-nek voltam a vezetője, hanem különböző feltételezések hát égtek az agyukba bele, amelyek hamisak voltak, de még mai napig élnek, elsősorban egyébként Kövér László fejébe. Érdekes módon. A másik, ugye a 90-es években vitt szerepem, amikor az Antal Józsefnél voltam, a KONT kormányában voltam helyettes államtitkár, és akkor többek között az ingatlan ügyekkel is foglalkoztam, többek között a Fidesz székház ügyének is voltam kezdeti szereplője, amikor az ugye elindult. Majd a harmadrészt akkor, amikor Gyurcsány Ferenc bizalmasaként azonosítottak, és így egy célpontnak ki tudtak jelölni. Hát sok összetevője van, biztos még van más is, de lényeg az, hogy valóban így utólag is nehezen megmagyarázható gyűlölettel fordultak felém. Egy pillanatra visszatérek az első okra, tehát a Kövér László félére. Ott azért nem lepődök meg a dolgom, mert egyszer nekem azt mondta egy kollégám, egy nagyon jó nevű kollégám, aki egyetemista korukból ismeri őket, együtt voltak egyetemisták, figyelmeztetett engem, hogy jó lesz, ha vigyázol magadra, mert a Kövérnek van egy notesze, ez akkor volt egyetemi időkben, amiben írja a jókat és a rosszakat. Tehát már akkor volt benne egy ilyen, ha az illető kolléga ezt hajlandó megerősíteni, akkor szívesen látom, hallom, én nem mondom ki az ő nevét. Szóval ott valami nem stimmel mentálisan, én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek. Egyébként az egyik félreértés nem egy házkutatási ügy volt? Hát házkutatás volt a Veszprémi Ifjúsági Parlamenten, amikor mi megállapodtunk a Fidesszel az Ifjúsági Parlamenten, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ugye küzdöttünk azért, mint KISZ, hogy a Fidesz megjelenhessen, és Fidesz logó alatt jelenhessen meg az Ifjúsági Parlamenten, és akkor a kollégiumban razziáztak, illetve házkutatást tartottak még a parlament megkezdése előtti estén. Elvittek papírokat, összeszedtek talán embereket is, és ezt azt hiszem, úgy tudom, hogy ezt félig meddig az én nyakamba varják, teljesen alaptalanul, hát semmiféle tényleg alapja nincsen, mégis valahogy így égetett be az agyukba. De mondom, másokok is és szerepet játszhatnak, közre játszhatnak. Hát nem véletlen, hogy ebben a filmben, ami most ugye mi van régen jelent meg, ott is az egyik fő gonosz az én vagyok. Tényleg abban a filmben, én nem láttam, ugyancsak olvastam róla mindenfélét, abban a filmben azt mondják, hogy nagyon sok valótlanság hangzott el. Ehhez képest ön nem gondolkodott azon, hogy pert indít? Azt hiszem, velem kapcsolatosan csak valótlanság hangzott el. Mind a jellememet illetően, mint pedig a ténybeli eseményeket illetően 180 fokkal van arrébb az igazság. De gondolkoztam rajta. Igazából nem engem bánt, szóval nem azért bánt ez a film engem, mert hogy engem főgonoszként mutatnak be, hanem azért, mert egy olyan történelemhamisításnak egyik fontos eszköze, ami most már lassan 10 éve, több mint 10 éve zajlik, a Fidesz ezzel akarja tisztára mosni magát a 2006-os szerepvállalását illetően. Ezért gondolkoztam azon, hogy
perelem ezeket a hazugságokat, mert hogy akkor a történelemkönyvnek megmarad az igazság. De most úgy látom azért, hogy nem haladtak, mint kés a vajban ezzel a filmmel előre az emberek tudat átalakításában, mert a... Megy ez, csak azért mégis a független média, a nem kormány közeli média az kellő kritikával, és a valóságot illetően is pontos információkkal cáfolja a filmbeli megállapításokat. Ezért talán arra nincs szükség, hogy most bírósági ítélettel erősítsen meg, hogy ez a film, ez egy mekkora hazugság. Tovább, most nagyon pereskedően nem nagyon van kedve, mert gondolhatja 10 év után nem sok kedvem van arra, hogy ahhoz, hogy bíróságra járjak, megérzem egy csomó ilyen becsületsértési, meg rágalmazási pert nyertem az elmúlt 10 évben, úgyhogy ez se hiányzik már a pedigrémhez. Úgyhogy inkább arra hajlanék én, hogyha nem muszáj, akkor nem perelek, mert hogy az ügyvédek egy része azt mondja, hogy hát itt az alkotói szabadságra hivatkozva van olyan bírósági gyakorlat, amely függetleníti a valóságtól a filmbeli megjelenítést, és akkor mindegy. Igen, a dolog ott hibázik ebben, hogy az alkotói szabadság egy idő után ennek a filmnek a kapcsán is, mint ahogy más filmben is, tényként tudatosul az emberekben, és innentől kezdve tényleg történelemhamisítás. Igen, csak ha ennek nincs meg a cáfolat, akkor ez nagyon nagy baj. Ha azonban a cáfolata megvan, akkor ez nem olyan könnyen fog majd átíródni a történelem. De az tény, hogy amit a 2006-ban a Fidesz művelt meg, amit ma művel, ezt ők filmre vitték, és úgymond a mi nyakunkba varták az egészet. Hát ez gyakorlat. Hát ebben a filmben erős gyakorlat, az biztos. Meg általában a Fidesz részéről gyakorlat. Hát igen, ez a Göbbelszi módszereknek az egyike volt, amit nagyon hatásosan elsajátítottak. Most túl azon a másik módszeren, és 1000-szer elmondod a hazugságot, akkor 1100-szer talán már elhiszik, sőt, az is elhiszi, aki mondja, és tudta korábban, hogy hazudik. Egyébként szereplőket, ha megkérdezik a film kapcsán, hát én azt hiszem, hogy hitelesen mondják azt, hogy ők, amit eljátszanak, az úgy a valóság, miközben hát természetesen semmi köze nem volt hozzá annak, amit ők az ő szájukba adnak, meg a jellemükbe, meg a mozgásukra kényszerítenek, semmi köze a valósághoz. A másik nagy ügy, amivel kivívhatta az ellenszenvet, az, amikor a miniszterelnökségen dolgozott, és azt nyilatkozta is, hogy a miniszterelnökségen volt szerencsém leleplezni párszor a Fidesz álságosságát, például pártszékház ügyben. Igen. De nem részletezte, hogy ez miben nyilvánult meg. Hát ugye most már azért nem teszem 30 évvel ezelőtti eseményeket, nem szívesen idézek föl, mert a historizálás vétségében nem akarok esni, hogy tudnék, jegyzeteket nem készítettem, ezért a pontos eseményekre, kronológiára nem feltétlenül emlékszem, és lehet, hogy így 30 év távlatában úgy idézem fel az eseményeket, ahogy most szeretném, nem pedig úgy, ahogy akkor történtek. De tény az, hogy azért az, hogy ugye az akkori Antal kormány úgy döntött, hogy a méltánytalan helyzetet megszüntetés a pártoknak valamilyen matematikai módszer segítségével egyformán juttat ingatlanokat, azért, hogy ott a párt életet meg lehessen valósítani, ott lehessen gyakorolni, azt ugye a Fidesz hát viszonylag torzul használta, és ennek a föltárásában én is közreműködtem. Ez mit jelent, hogy torzul használta? Hát piaci kereskedelmi hasznosítás céljából vették át az ingatlanokat, nem azért, hogy a párt élet ott folyik. Ja, ez az a klasszikus történet, amikor a bevételből Orbán édesapjának a kőbányáját. Igen, erről már később aztán ilyen tényfeltáró riportok meg elemzések készültek. Ezt szenvedtem én meg, ugyebár annak idején az úgynevezett államtitok sértési perrel, de én akkor pert indítottam, viszontkeresetet indítottam, miután lezárult az ügyem. Erről mindjárt majd még erre visszatérek, de ön ezt a 10 évet nem akarja perelni? Melyiket? Amit 19-ig eltöltött a bíróság lejárással és az állam ellen. Nem tudom, kíván fellépni? Nem nagyon került ez szóval. Fölmentettek. Ugye én azért mégis ilyen közszereplő politikus voltam. Nekem úgymond többet el kell tűrnöm, mint egy átlagos ember. Ennyit? Hát rengeteg pert nyertem. Tehát rengeteg olyan pert nyertem, amely perben a becsületem volt a tét. Azokat mind megnyertem. Most nem csak büntető perre gondolok, hanem polgári perekre is. Nagyon sokat. Tehát én szerintem nekem nem nagyon, most miért kéne, most pénz nem, hiszem a pénz miatt csinálnám. Hát most azt hiszem a becsületem azon a fronton, azon az oldalon, amelyik engem ismer és jól ismer, az
az tiszta, tehát nem kell tisztára mosnom, mert hogy alátámasztja nem csak az én viselkedésem, hanem sok bírósági ítélet is. Hát a másik oldal meg ott a korrektséget úgyse lehet elvárni, nem a tények alapján ítélik meg az embert, hanem a napi politikai érdek alapján, akár újságíróról van szó, akár politológusról, akár politikusról, azzal meg nem nagyon szeretnék foglalkozni. Én indítottam egy pert ugyanebben a székházas történetben, miután engem felmentettek ugyanúgy, mint önt bűncselekmény hiányában, egy kártérítési pert, hiszen ott két szerkesztőséget tettek tönkre, a kriminális lapszerkesztőséget és a tévé kriminális szerkesztőségét. És ezt a pert elbuktam egy nagyon furcsa ügy miatt. Az ügyvédeim kikértek a RSVS-től egy dokumentumot, ami kellett volna a perhez. És egy nagyon érdekes levél került ki ezt követően az ügyészségről, ezt még soha nem hoztam nyilvánosságra. De azt hiszem most el kell, hogy mondjam, illetve meg fogom mutatni. Egy ügyész írja alá jelentés, illetve feljegyzés a főügyésznek. És ebbe a következőt írja, ugye mi egy dokumentumot kerestünk, pontosabban az ügyvédeim. A vonatkozó ügyiratot áttekintve közösen észleltük, hogy a keresett jegyzőkönyv az iratban nem szerepel. Azt 99. április 30-án az iratokból kiemelték, és Orbán Viktor miniszterelnök megkeresésére a miniszterelnöki titkárság vezetőjének adták át. Az átvétel igazolásának okirata az RSVS iratba fűzve található. A keresett jegyzőkönyv a mai napig a miniszterelnöknél vagy a titkárságán található. 99. november 26. Erről, mint egykori szakembernek, hogy ezt mondjam, tovább tudom, hogy nem szakember, mert a politikus az ott nem szakember, igen. De mi a véleménye? Hogy kerülhetett egy ilyen irat? Hát most ezt sokféleképpen kerülhetett, tartalmi, meg egy formai oldalról is sokféleképpen, de az az érdekes, hogy nem mentek utána. Tehát, hogyha ezt akár az ügyészség, akár a bíróság komolyan gondolta volna, hogy föl akarja tárni, akkor utána mehetett volna, csak nem gondolta komolyan ezek szerint. Ennyit a magyar igazságszolgáltatásról, pedig akkoriban még viszonylag szabadabb volt. Hát, ja, igen. Igen. 2006. szeptemberében mondott le ön Gyurcsány Ferenc mellől, ahol a miniszterelnök hivatalt vezette. Miért? Ugye ez kezdődött az augusztus 20-ai rémálommal, amikor ugye a időjárási katasztrófa miatt több ember meghalt, és én másnap a lemondásomat szerettem volna benyújtani, és akkor úgy döntött a politikai grémium, amelyben a frakcióvezetők, illetve a kormányvezetői vettek részt egy ilyen megbeszélésen, hogy ne tegyem meg, ne is hozzam nyilvánosságra a szándékomat, mert ez nem politikai ügy volt, és ne tegyük politikai ügyé. De akkor már elindult bennem, meg hát ugye a közvélemény is, elsősorban persze a politikai ellenzék is és erősen rászállt erre az ügyre. Ez volt az első mozzanat, ami miatt ezen erőteljesen elkezdtem gondolkozni, majd aztán később volt ennek egy olyan oka is, amelyik arról szólt, hogy túl nagy a terhelés, ami engem ér ebben a pozícióban. Miniszterelnök hivatalt vezető miniszter voltam, és akkor az államreform jegyében nagyon sok funkciót kellett tulajdonképpen egyben vinnem, például a titkosszolgálatokat is, segítség nélkül, tehát államtitkári segítség nélkül. De a nemzetiségi ügyektől kezdve egy sor olyan téma tartozott hozzám, amelyek jóval túlmutattak a kormányzati központ irányításon. Államreform, ugye, amit végig akartunk vinni, az egészségügyi reformtól kezdve, oktatási reformon keresztül, nagyon-nagyon sok minden volt, és úgy éreztem, hogy ezt a nagy terhelést feladat oldalról nem feltétlenül követi eszköz oldalról is. Tehát nem volt minden eszköz a kezemben ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjam oldani. Hát ennek most több oka van, nem mennék benne el a részletezésébe, úgyhogy ezt mondtam a miniszterelnöknek, hogy van szeptember tájékán, hogy inkább nem csinálnám ezt, túl nagy tervnek érzem. Egy dolgot azért kiemelek ebből,
Én megkerestem a Fidesz vezetését, frakcióvezetését 2006 nyarán azzal kapcsolatosan, hogy ezeket a reformokat végig akarjuk vinni. Egészségügytől, oktatáson keresztül. Volt már egy kidolgozott tervezetünket. Azt odaadtam a vezető képviselőjüknek azzal, hogy segítsenek abban, hogy ez a reform társadalmi támogatottságot kapjon. Ne csak egy párt vagy két pártnak a koalíciós elképzelése legyen, hanem ha lehet, akkor élvezze a teljes társadalom bizalmát. Azaz, hogy velük egyetértésben együttműködve szeretnénk ezt megcsinálni. Elvitte az anyagot, majd egy pár nap múlva visszajött, hogy köszönik. És abból a... Megmondja, hogy ki volt ez? Igen, a Répási Róbert. Az abból a hozzáállásból, amit ők akkor tanúsítottak, azt mondta, hogy nem tud együttműködni, ebben nincs elég apparátusuk. Én mondtam, hogy adunk, de mindegy, szóval ez volt a magyarázat, hogy nincs elég szakember hozzá. Szakember felkészültség, és így tovább. De a következő hónapok erőteljesen mutatták meg azt, hogy a Fidesz nagyon nehezen birkozik meg azzal a ténnyel, hogy 2006-ban elveszítette a választást. És ez a minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk politika, ez egyre erőteljesebbé vált, már akkor is már lehetett látni. Tehát nem csak egyszerűen abban nem volt érdekelt, hogy nekünk sikeres legyen a kormányzásunk azzal, hogy mondjuk a reformokat végigvisszük, és ehhez ők támogatást adjanak, hanem semmilyen területen ne érjen el sikert az a kormány. Tehát ez a hozzáállás volt, én azt hiszem, a következő 4 évre vagy 3 évre jellemző, ami 2006 után következett, 2006 szeptembere után következett. Ez valahol az ellenzéknek feladata, nem? Az, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk? Nem, hanem hogy akadályozza a kormányt. Nem. Nem? Nem, az ellenzéknek nem az a feladata, hogy akadályozza a kormányt, hanem az a feladata, hogy mutasson olyan alternatívát, amelyik jobb annál, mint amit a kormány kínál. Ez a feladata, nem az, hogy akadályozza, ez nagyon nagy. Ez a Fideszes csinálta. Én egyébként ezt erre az egy dologra mondom azt, hogy ez hazaárulással ér föl. Tehát, hogyha valaki úgy képzeli el az ellenzéki létét, ténykedését, hogy mindegy milyen áron csak kerüljünk hatalom, és az ár legyen az, hogy rossz legyen az országnak, ez szerintem ezzel fölér. Ez egy nagyon téves interpretációja az ellenzéki szerepfelfogásnak, hogy akadályozzam a kormányt. Mutassák rá a hibáira, természetesen igen, de úgy mutassák rá a hibáira, hogy megmutassam, hogy én másképpen hogyan csinálnám. Ezért számítottunk volna a reform munkálatokban rájuk, hogy mutassák meg azt, hogy milyen alternatívái vannak annak, amit mi gondolunk. Persze nem a kormányzás felelősségével ezt hozzá kell tenni. Tehát ugye a parlamenti munkában lehetőség szerint elérni. Mi azt gondoltuk, hogy ezek a reformok nem 50%-os szavazatarányú kérdések, hanem hát az sokkal nagyobb támogatást kell, hogy élvezzenek. Az pedig nem úgy történik meg, hogy a parlamentbe beterjesztek valamit, és akkor vagy megszavazzák, vagy nem. Hanem már a parlament elé is úgy terjesztem be, hogy gondolom nagy részt élvezi annak a bizalmát is, akinek a szavazatára várok. Mert hogy nem egyszerű parlamenti többséggel akarom átvinni, még akkor se, ha egyébként nem kétharmadosak voltak ezek a törvények, de úgy voltunk vele, hogy tényleg nagyobb társadalmi támogatottság kellene mögé, mint mondjuk egyszerű koalíciós többség biztosít a parlamentben. Hát ez ugye. Nem voltak önök egy kicsit naívak a Fidesz-szel? Igen, nagyon sok kérdésben azok voltunk. Én például a 90-es demokrácia felfogáson nőttem föl, amit Antal József is képviselt az ő kormányában 90-93 között, majd még Boros Péter is egyébként egy éven keresztül. Majd aztán az MSZP kormány is, ugye amikor kétharmados többsége volt az SZDSZ-szel, és nem, hogy nem élt vele vissza, hanem tényleg abba az irányba vitte ennek a kétharmados kormányzásnak az irányát, amelyik ugye egy demokrácia mintát mutatott. Tehát én ebben nőttem föl. És ezt viseltem nagyon nehezen 2006-ot követően, hogy egy olyan légkörben kell dolgoznom, amikor nem egyszerűen vitatkozni kell szakmapolitikai kérdésekről, vagy szakpolitikai kérdésekről, hanem egész egyszerűen azzal kell küzdeni, hogy ne az országnak legyen minél rosszabb felfogással nézzek szembe, amit ugye a másik oldal képvisel. Ezt nagyon nehéz volt kezelni a mi eszközeinkkel. Később ugye ezt úgy lehetett lefordítani, hogy amikor mi demokratikus eszközökkel próbáltunk valamit elérni, azt mindig a gyengeség jeleként érzékelte a másik oldal. Mi pedig ezzel úgy voltunk, hogy ez a természetes.
naivak voltunk nagyon sok tekintetben. Miért nem látták, hiszen az újságírók már írták jóval korábban, és emlékszem a megfogalmazásokra, én magam is írtam ilyet, hogy miközben a Fidesz már réges-rég az amerikai focit játsza, és annak is a szabályait a saját szájaize szerint változtatja, a közben a baloldal az meg a klasszikus angol focit próbálja erőltetni. Hát, ugye ez nem nagyon sokan nem látták ezt, pont önök nem látták volna? Hát most nem egyik napról a másikra változott ez, hogy most akkor tegnap még így volt, aztán utána hirtelen megváltozott, hanem ez folyamatosan lassan alakult így. Tényleg voltak ilyen jelek már rögtön 2006 nyarán, amikor ezt említettem, ezt az esetet, amikor a reformcsomagunkat visszadobták. De hát mindegy, én személyesen biztos alkalmatlan lettem volna arra, hogy az amerikai focit játszom, amikor az angol focira esküdtem föl, és ezzel még sokan rajtam kívül így voltak. Na, utána viszont elvállalta a titkosszolgálatokat felügyelő miniszteri posztot. Igen, miniszterelnök kérésére. Hát igen, az... És itt ismét összeakaszkodott Kövérrel. Igen, meg van, hát igen, nem csak, igen. Tehát a aki a saját elmondása szerint, hiszen, és ezt nem én mondom, hanem ő mondta a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt, amikor megkérdezték, hogy honnan tájékozódik, azt mondta, hogy neki megvannak még az emberei a szolgálatoknál. Igen. Igen, ez így van. Itt is egyfajta naivitás azért jellemzett bennünket, talán engem biztos, hogy általában ott, ahol én dolgoztam az államigazgatásban, sok helyen voltam, a sportminisztériumtól kezdve, és ugye a titkosszolgálatoknál fejeztem be, én soha nem az alapján ítéltem meg az embereket, hogy ki hozta oda őket. Melyik kormány hozta oda őket, személy szerint ki hozta őket, hanem az alapján, amilyen teljesítményt nyújtottak. És nem szívesen vettem azokat a pletykákat, híreszteléseket, amik arról szóltak, hogy ő XY felé viszi az információkat, és adja ki az információkat, ha erről nem voltam, ebben nem voltam biztos, ha erről nem győzöttem meg. És a munkája egyébként jó volt. Én ezekben az esetekben azt a bizalmat szavaztam azoknak a vezetőknek is, és kollégáknak is, akiket korábban nem én neveztem ki. Most ugye hát a Nemzetbiztonsági Hivatalnál nem én voltam a közvetlen vezető, így aztán csak így utólag tudom azt rekonstruálni, kik voltak azok, akik valóban az információkat szállították az előző Fidesz vezérkarnak. Ott menet közben ilyen helyzet nem állt elő, hogy tudtam volna, hogy ki az, aki... Meg hát nem is voltam fölhatalmazva arra, hogy én ezeket egyenként nézzem, hanem a teljesítményt ítéltem meg, milyen a teljesítmény a szolgálatoknak. Hát ugye ekkor került sor 2006 végén, 2007 elején egy főigazgatóváltásra, és azt követően esett nekem a Fidesz a főigazgatóváltás eredményeképpen. Arra pedig, miért került sor? Ugye a Galambos Lajos volt a főigazgató addig. Nála az egymásért alapítvány ügyében volt az a mozzanat, amelyik miatt sajnos... Ez a Földi László féle? Nem Földi, ez a... Nem Földi. Az biztos, mert körülbelül egy másik ügy volt. Az egymásért egymásért alapítvány, tudja az, amelyik ilyen... Pénzekkel ment a játék? Hát alapítványi támogatásokat nyújtott, és közben ugye áfacsalással vádoltak meg őket, ha jól emlékszem. És itt volt egy interpelláció, vagy egy azonnali kérdés, vagy kérdés, amit a parlamentben hozzám intéztek. Nem azonnali kérdés volt, mert az a műfaj volt, amit előtte írásban is megkaptam. Tehát vagy interpelláció volt, vagy kérdés, amiben az volt, hogy milyen szerződéses viszony köti az egymásért alapítványt a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz. Már ugye akkor elindult a botrány. És akkor én kértem jelentést a főigazgatótól, hogy felt egy összefoglalót arra, hogy milyen, és azt a választ kaptam, hogy semmilyen. Majd aztán utána egy ilyen belső vizsgálat eredményeként, én ezt elmondtam a parlamentben, hogy semmilyen, a belső vizsgálat eredményeként kiderült, hogy volt szerződéses kapcsolat, és akkor kértem egyeztem a Galambos úrral abban, hogy hát akkor cserére kerül sor. És akkor jött a Laborc Sándor, amelyik ugye kilátta a biztosítékot. Tessék? És most került ismét képbe a Pegasus kapcsán. Igen, akit úgy tűnik, hogy szintén kíváncsiak voltak rá. De itt azért azt kell mondjam, hogy abban az időben még viszonylag jó volt a viszony a Fidesz titkosszolgálatokkal foglalkozó kollégáival, mert az én közvetlen kollégám, főosztályvezető kollégám és a Kövér László
ezzel foglalkozó vezető vagy tanácsadója már megállapodott a mi kettőnk fölhatalmazására, mi ketten sose találkoztunk így egymással, csak ilyen írásbeli fölhatalmazására, hogy együttműködnek és megállapodnak a nemzetbiztonsági szolgálatok átalakításában, hiszen nagyon költségesen, nagyon sok szervezetet tartott fönn az állam, a kormány. És ennek az átalakításnak a jegyében az lett volna a megállapodás, hogy az információs hivatal vezetőjét, főigazgatóját az ellenzék javaslatára, a nemzetbiztonsági hivatal főigazgatóját pedig a kormánypártok javaslatára nevezi ki. És ugye volt még a szakszolgálat, amelyiknek de annak nem volt abban a szempontból érdemi jelentősége, hogy nem tartalmi technikai segítséget nyújtott az előző kettőnek. Tehát ez volt a két bizalmi állás, úgymond az információs hivatal és a nemzetbiztonsági hivatal. Végülis a megállapodás aláírására nem került sor, de én kineveztem az információs hivatal élére az új vezetőt, akit ebben a szellemben gondoltam olyan vezetőt kinevezni, akinek az lehetett tudni, a Fidesz bizalma is megvan. És a Nemzetbiztonsági Hivatal élére is olyan jelöltet javasoltam, akinek kapcsán szerettem volna a Fidesz támogatását megszerezni. Alapvetően a mi jelöltünk volt. És ezért szedtem akkor Simicsko úrral, aki az egyeztetést követően, már a második fordulót követően a magyar nemzetbe üzente meg, hogy akasztás lesz akkor, hogyha a Labolcs Sándor lesz az új főigazgató. De hát akkor már túl voltunk a többi egyeztetésen, és a Labolcs Sándor lett a főigazgató. Az ő fő bűne egyébként nem tudom mi volt, az pontosabban hát formálisan az volt, hogy Moszkvában végzett, de hát ennek semmi jelentősége nem volt. Az összes szövetségi partnerünket végigkérdeztük arról, hogy okoz-e neki problémát, hogy Moszkvában végzett vezetője lesz a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, ugye a NATO berkein belül, és mindegyik pozitívan jelzett vissza, informálisan is és formálisan is, ami alapján tehát egyáltalán nem lett volna probléma, de a Fidesznek mégis gondot okozott. Hát mint utóbb kiderült, illetve akkor is már lehetett látni, ők azt feltételezték, hogy a Labolcs Sándor majd egyfajta tisztogatást fog végrehajtani a szolgálatoknál, vagy a hivatalnál, amely tisztogatás őket majd kellemetlenül fogja érinteni. Jól lehet, nem ez volt a fő feladata. Nem azért került volna oda, hogy tisztogatást végezzen, hanem azért, hogy hatékony munkát végezzen a hivatalnál, aminek kétségtelen volt egy olyan része, hogy egyszerűsíti a struktúrákat. Nagyon sok áttételen keresztül mozogtak az információk a Nemzetbiztonsági Hivatalban, és ezt a nagyon sok áttételt kellett kevesebb áttételre változtatnia. Önnek maradtak forrásai a hivatalban? Nem. Nem. Nem is próbálkozott? Nem. Nem, hát megmondom őszintén, én tényleg ebben az értelemben egy olyan politikusi szerepet vittem, aki nagyon vigyázott arra, hogy operatív információkhoz ne jusson. Tudom, hogy az elődeim nem ilyenek voltak, sok bizonyíték volt erre, de úgy voltam vele, hogy egy miniszter operatív szintű információkhoz jut, egy politikus, akkor változhat úgy az élet egy-két év, és változott is 5-10 év múlva, hogy ezeket az információkat a saját politikai érdekei alapján felhasználja. Ön egyszer tett egy olyan megjegyzést a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, amikor arról volt szó, hogy kik ellen indultak eljárások, és akkor volt az, hogy a Cuslág ellen, a Hagyó ellen mondta, de azt mondta, hogy de fideszes politikusokkal kapcsolatban is be tudok számolni ilyen ügyekről, akarják? Igen. Ez elhangzott ott. Ez elhangzott, megkérdeztem. Ezek szerint mégis voltak információi ilyenek. Na de ezek a múltból, tehát abból az időből származtak, amikor ott voltam aktív miniszterként. Ezek ugye úgy történtek, hogy egy napi jelentést kaptam a Nemzetbiztonsági Hivataltól, amit úgy hívnak, hogy elolvasás után elégetendő, tehát ezek ilyen napi vissza kellett mindig adni az információs jelentést. Ezt ugye én megtehettem volna, hogy lemásolom és elteszem a dossziéba, csak az törvénytelen lett volna, ezért csak a fejemben tároltam el ezeket az információkat. De ezek napi szintűek voltak. És úristen, hány olyan emberről tudok, akik igenis lemásolták, igen, a magukhoz került információkat? Igen, ez törvénytelen lett volna. Egyértelmű. Tehát ez egy bűncselek. És azóta is nyugodtan élnek. Igen. De ez, mert ezért biztosították be magukat. Igen, nagyon sok ilyen ember van. Én nem tartozom ezek közé. Ezek közé, az emberek közé. Na tehát én is elmentem a bizottsági ülésre, és elmondtam, hogy én nagyon sok jelentést ismerek, ott van a fejemben, amelyek jelentések arról szóltak, hogy X politikus, X hivatalban lévő, akár APEC, akár ügyész, akár legkülönbözőbb helyeken lévő emberek kapcsán milyen
milyen információk érkeztek a szolgálatokhoz. Ezek nem mindig voltak ellenőrzött információk, tehát nem biztos, hogy mindegyiknél az információkért megállta volna a helyét, és kiderült volna az, hogy ez 100%-ban megbízható, de ez a nagy többségében igen. És nagyon sok politikus, nagyon sok Fidesz politikust érintően. Hát most a közkeletűek is elsorolhatnám őket, hogy ki mindenkit érintett, hiszem, hogy nem. Mondtam ott a bizottságban is, majdnem mindegyiküket, aki ott ült akkor a Fidesz képviseletében a bizottságban. Csak mondom, nekem ez egy valami kell, hogy ezt elmondhassam, hogy fölmentenek a titoktartási kötelezettség alól, mert ugye az terhel. Ezek mind minősített információk voltak. Hát nem érkezett ilyen megkeresés, úgyhogy nem kellett a bizottsági ülésen erről beszámolnom. Ez egy régóta engem nagyon érdeklő kérdés, hogy meddig tart egy okiratnak vagy egy iratnak a titkossága? Hát az a minősítéstől függ, hát 20-30 évig. És ezt mondjuk egy következő kormány idején egy következő miniszter nem mondhatja fel? Hát a minősítést föl lehet oldani természetesen. Föl lehet oldani, igen. Uh-huh. Tehát az, aki minősít, az megváltoztathatja a minősítést. Meg hát persze bírósági döntéssel is meg lehet változtatni a minősítést, de ezekre nem került sor. Miért? Hú, hát ez a 2010-es időszak első fele volt, amikor ez a mondatom elhangzott, akkor azért az ellenzéki frakciók sem azzal az igénnyel vettek részt a parlamenti bizottságnak ülésén, hogy mindenben konfrontálódjanak az új kormánypártokkal egyik oldalon, a másik oldalon pedig ez inkább stratégiai jelentőségi. Ugye akkor főleg az MSZP vezérkara úgy döntött, hogy a 2010 előtti garnitúrával, politikával szemben fogalmazza meg saját magát. Ezért aztán sem személyi, sem egyéb politikai támogatást egy-két személyes megszólaláson túl nem nagyon kaptunk mi a 2010 utáni időszakban attól a pártól, amelynek a színeiben korábban dolgoztunk. Ezt nem tudom, kellően értetően mondtam el. Abszolút világos, hogy támadták a jobb oldalról, a sajátjai meg nem védték meg. Hát igen. Jól fordítom? Egy-két személyes kiállás volt, amit nagyon nagyra becsülök, de ezek személyes kiállások voltak. Hogyan érinti az állandó komcsizás? Kit? Önt. Hát engem nem kommunistáznak, vagy legalábbis nem. Ez a legkevésbé volt jellemző az elmúlt években, hogy kommunistáztak volna. Uh-huh. Nem, ez mondjuk nehéz lenne, mert tényleg a 80-as évek második felében, amikor aktív szereplője voltam az akkori közéletnek, akkor igen jelentős reform elképzelésekkel mentünk előre, és a Fidesz a létezését, hát kis részben ennek is köszönheti, hogy végül csak ennyivel megúszta a szerencsétlen, szóval elég nehéz volt, nem volt könnyű nekik, de azért mi minden erővel azon küzdöttünk, hogy a Fidesz az egy legalizált politikai szervezet lehessen a 80-as évek második felében, ami után megalakultak a KISZ mellett, a KISZ-szel szemben. Mi ugyan azon a meggyőződésen voltunk abban a politikában. Kik azok a voltunk? Hát az akkori egyetemi főiskolai vezetők. Név szerint? Nagy Imre, Gyurcsány Ferenc, de Hámori Csaba is, tehát aki ugye akkor első titkár volt. Igen, az első titkár volt, tehát azért ebben Szantner Iván, tehát ebben sokan vettünk részt, nem csak az egyetemi osztályvezetői. Miért? Azért, mert úgy voltunk vele, az egyetemi osztályon lehet, az egyetemi területen lehetett azt látni, hogy a KISZ-nek csak akkor van túlélési esélye, ha valóságos vitákban bizonyítja azt be, hogy alkalmas arra, amire szánják őt. Arra, hogy vezető élcsapatszerűen, vagy nem tudom, vezető politikai elit legyen a fiatalok körében, hogy hallgassanak rá. Ellenk, ha nem, akkor hiteltelen nem lesz működő, nem lesz életképes. Tehát mi ezt elég jól átláttuk, hogy nekünk ahhoz, hogy tényleg befolyásunk maradhasson a fiatalok körében, egyetemi körben, főiskolás körben, ahhoz a hitelességünkhöz el is tartozik, hogy nem elnyomjuk erővel az ellenkező véleményeket, hanem meggyőzzük az embereket arról, hogy azzal a véleménnyel szemben nekünk igazunk van. És ebben nem fér bele ebbe a képbe az, hogy a Fideszt rendőri erővel szüntessük meg és nyomjuk el. És hogy a Fidesznek, vagy a KISZ-nek ezt a hegemon szerepét, vagy akkor ugye korábban monopól szerepét, akár csak hegemon szerepre is tudjuk korlátozni. Nem, ebbe az fér bele, hogy csak viták eredményeként, hogy mondjam, mellérendelt szervezetként működve tudunk eredményesek lenni. Hát persze, hogy ez így lett volna, vagy sem, ezt nem tudjuk, mert ugye 90 után teljesen megváltozott a helyzet, de mi 90 előtt ezt megelőző években. Hát ezt hívták reform
ugye az MSZNP oldalára, a reformkommunizmusnak, a Fideszben nem volt ilyen reform elkötelezettek, akik nem csak egyetemi főiskolai területen, középiskolai területen is egyébként ugyanez volt a jellemző a KIS berkein belül. Tudja, egyfolytában azt érzem a két oldal közötti különbségben, hogy korábban már beszéltünk az angol fociról és az amerikai fociról. De ott van a másik példa. 2006-ban a tévét a Fidesz által felhergelt, ugye erre számos bizonyíték volt és van, lásd az amerikai követségi jelentést és a többi, egész egyszerűen a Fidesz által felhergelt tömeg lerohanta. Ezt követően most egy éve, két éve, hogy mikor parlamenti képviselők, ellenzéki parlamenti képviselők próbáltak bemenni a televízióba, amihez joguk lett volna, és őket rángatták végig a földön, az őrség. Szóval van valami eszelős súlykülönbség a két dolog között, hogy azon az oldalon teljes gőzzel lerohanni mindent, minden eszközzel, törvénytelenül is, ezen az oldalon meg naívan besétálunk bármilyen kelepcébe. Ez meddig lesz még így? Hát ez a kettősség egy igen, ez így van. Én készséggel vállalom azt, hogy, vagy mondom azt, bár nem vagyok erre büszke, hogy a 2006-os szerepvállalásom nekem is személyesen, tehát annak a körnek, amelyik velem egyetértett, az alkalmatlan volt ennek a helyzetnek a kezelésére, mert tényleg ezt a demokrácia felfogásban voltunk, amit meséltem ugye 90-es évektől, és ez... Hogy alkalmatlanok voltak? Hát azzal szemben, amit most ön mond. Ja, értem. Tehát az, hogy más szabályok szerint játszunk. Mi azokat a más szabályokat nem tud. Én személyesen biztos nem, de a többiek sem nagyon tudták volna követni azokat a más szabályokat. Egy páran azért emlékszem arra a frakciülésre, amikor 2006 októbere után a következő kérdés, ugye március, 2007 március megismétlődtek a Budapest felgyújtó események, hogyha tudjuk, hogy kik azok, akik csinálják, vagy csinálni fogják, akkor törjük el kezüket, lábukat. A titkosszolgálatoknak megvan erre az eszköze. És hát teljes hát visszautasításra, én biztos, tehát, hogy a többiek, hogy hát ezek ugye nem törvényes eszközök. Tényleg el lehet törni valakinek a lábát, az a titkosszolgálatok megtehetik, hiszen a titkosszolgálatok föl vannak arra hatalmazva, hogy ne tartsák be a törvényeket akkor, hogyha arról értesülnek, hogy mondjuk az alkotmányos rendet valaki erőszakos eszközökkel akarja megdönteni. Ugye erre föl vannak hatalmazva. Minden titkosszolgálat használhat akár magyar, akár külföldi olyan eszközöket, amelyeket a normális ember csak úgy használhatna, hogy ott elítélik utána a bíróságon. Na de az, hogy vélelmezés alapján, hogy majd ki mit fog csinálni, csak azért, hogy példát statuáljunk ezt megelőző csapásként alkalmazni, ugye ez még a titkosszolgálatok számára is tiltott terület lett volna. És mi ezt egész egyszerűen nem akartuk volna megcsinálni. Ez egy elvékonyult hang volt, amelyik ezt kérte, vagy ezt javasolta, tehát nem ez volt a többségi álláspont, de még így a kisebbségi álláspont. Már nem emlékszem, de őszintén nem emlékszem, megmondta, tehát nem azért nem emlékszem, mert nem akarom őt kiadni, de hát ez már régen volt. Talán fontosabb dolgokra sem mindig emlékszem. A tény az, hogy ő is csak így hirtelen felindulásból amennyire emlékszem. Hát tudjátok, hogy kik fogják-e, vagy kik csinálták az előzőt, akkor most miért nem gyűjtitek be őket? Jó, lettek volna ilyen, csak ugye mi úgy abban voltunk, hogy a másik oldal nem így játszik. Azt mi csak később tudatosítottuk magunkban is, és tudtuk meg, hogy a Fidesznek ebben milyen meghatározó szerepe volt. Ebben a 2006-os, 2007-es zavargás sorozatnak az előkészítésében. Hát azért lehetett látni, amikor a rendőrségi autóból jobbikos politikus irányította. Hát igen, de előtte nem. A dolgokat. Tehát előtte nem, ugye itt az a fő probléma, amit szokták kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy 2006. szeptemberében és októberében készületlen volt a rendőrség, és készületlen volt a nemzetbiztonsági szolgálat is, a hivatal is, hogy ezt előre nem láttuk. Akkor már igen, akkor már lehetett, de előtte nem. És egyébként erre van magyarázat, hogy miért nem láttuk előre, legalábbis nekem van magyarázatom, ezt többször elmondtam, akkor is, ön bizonyára emlékszik, mert jól emlékszik ezekre az eseményekre, hogy
hogy 90-ben, amikor a rendszerváltozás szabályait, vagy pontosabban az új rendszer szabályait elfogadták a politikai szereplők, akkor ezek között az egyik meghatározó szabály az volt, hogy szemben a 90 előtti rendszerrel sem a nemzetbiztonsági szolgálatok, sem pedig a rendőrség ezzel foglalkozó részei nem szállnak rá a politikai szervezetekre, kivonulnak belőlük, nem dolgoznak a politikai szervezetekre. Persze ezt nyilván úgy lehetett érteni, hogy az alkotmányosan működő politikai szervezetekről beszélünk. De 90 követően nem nagyon verült fel az, hogy másfajták lennének. Ezért aztán sem a nemzetbiztonsági szolgálatok, sem pedig a rendőrség ezzel foglalkozó megelőző szervei tényleg nem foglalkoztak politikai szervezetek. Ezért aztán nem vették azt észre, mert nem volt ügynökük beépítve, nem voltak információk, amelyek ezt előrejelezték volna, hogy egyszer csak a székházat fölgyújtják, és fölgyújtják Budapestet is. Aminek az előzményeit egyébként, ha beépült emberek lettek volna, föltárták volna nyilván akkor. Csak hát egy politikai pártok, parlamenti pártok figyelését jelentette volna, ami megengedhetetlen kormány, az akkori demokrácia fölfogás szerint a kormányzó pártok olyan befolyását biztosította volna, amit szerintem se lett volna helyes. Mm-hmm. Tehát, hogy most mi az akkori ellenzéket figyeltessük. Miért is az helyes volt, amit az ön elleni perben felhasználtak? Ugye Katrin Ferenc az MBH volt műveleti igazgatója, szíves közléséből tudjuk, hogy Galambos Lajos féle vallomás, ami alapja volt az ön elleni vádnak, az kínzásokkal készült ügyészi beavatkozásra. Igen, hát fölmentették, a Lajost is fölmentették, igen. És engem is fölmentettek. De minden esetre a procedúrához kellett az a vallomás, az ön elleni procedúrához. Az kétségtelen, hogy kellett a vallomása, és a Galambos úr elmondta azt, hogy nem tudott aludni éjszakánként, mert 15 percenként nézték meg azt, hogy alszik-e éppen, vagy nem, és akkor fölkapcsolták a lámpát. Tehát ilyeneket ő mondott, a bíróság előtt is mondott, de végig is a fölmentés az nem ezért volt, hanem azért volt, mert tartalmilag, tehát nem az eljárás miatt, hanem tartalmilag volt bűncselekmény. Én most nem is erre gondoltam, mert arra, hogy amíg önök ilyen, hogy is mondjam, csak nem akarok megváltani, ilyen naív módon kezelik az egészet, addig a másik fél dur bele a nullás lisztbe. Igen, ezzel nehéz szembenézni, ezzel a kettősséggel. Azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ha 2022 után elszámoltatás lesz, az nem ezt a módszert fogja követni. De nem csak a Galambos Lajos ellen, mire hagyom. Már melyiket? Hát ezt, amit akár a Galambos Lajos féle vallomásra, ha gondolunk, akár a Hagyó Miklós féle, Hagyó Miklós ellen, ez, hogy mondjam, ő vele szemben információgyűjtésre gondolok, tehát amelyik nem fenyegetéssel, nem kikényszerítéssel hozza ki a tanúvallomásokat, és állítja a vádakat, hanem tényleg a valós információk alapján. Ebben csak nagyon bízom. Amikor engem elvittek pár napra, mert ugye a bíróság nem adott helyet az előzetes letartóztatás iránti kérelemnek, akkor én ott első két nap volt időm gondolkozni a Pritchen, akkor mondtam azt, és írtam le a kis füzetembe, hogy nem szeretném, hogyha ez megismétlődne a másik oldallal. Tehát akik ezt velem megcsinálták, azoknak nem kívánom, sőt, ha lehet, megakadályozom, hogy velük is ugyanezt történjen, mert nekik is van családjuk, nekik is van baráti körük, nekik is van ismeretségi körük. Ha ők valamit elkövettek, már pedig úgy tűnik az elmúlt 10 évben azért nem kevés bűncselekményt követhettek el, azokat ne azért derítsék föl, mert el akarják őket tüntetni a politika színpadáról, hanem azért, mert azokat a bűnöket tényleg elkövették. Uh-huh. És szerintem ez egy két különböző megközelítés. Önök miért nem kezdeményeztek eljárást például az akkor már, az ön idejében már ismert beléptetőkapuk, a Deutsch-féle beléptetőkapuk ügyében? Kezdeményeztünk. Tettünk följelentést. Ott ismerjük azt a papírt, hiszen a sajtóban is megjelent, amelyben a rendőrség fölterjeszti az ügyészségnek a gyanúsítással kapcsolatos javaslatát, és az ügyészség ráírja, a nyomozást kérjük megszüntetni. Uh-huh. Nem ezt kérjük, nyomozást megszüntetjük, vagy valamilyen, tehát egy ilyen határozott ráírása van erre az iratnak. Ki volt akkor a főügyész? Akkor még az, ki is volt? Nem is emlékszem. Ki lehet?
Ki már volt? Fideszes főügyész volt? Hát ugye a Polt Péter mikor lett leváltva? Nem emlékszem a dátumokra. Ugye Kvort Péter, utána jól emlékszem, Kovács Tamás volt a legfőbb ügyész. Na, igen, mindegy, egy rövid ideig. Egy rövid ideig, igen. Tehát a ügyészségi utasításra hagyta abba az én ismereteim szerint a rendőrség a nyomozást. Nézzünk egy másik történetet még, ami szerintem azért érdekes, mert a jövőnk is függ nagyban tőle. Azzal támadta annak idején a Fidesz Gyurcsányt, egész pontosan Orbán, hogy Putyin pincsie Paksügyben. Mert hogy megindították a Paksról szóló vizsgálatot. Majd ezt követően ugye ez a történet elhalt. 2009-ben, ha jól emlékszem, jelent meg először Orbán Moszkvában a Putyin párt gyűlésén, nagy gyűlésén, és ott volt egy másfél úszka két órás beszélgetés, aminek következtében aztán, amikor kijött, onnantól kezdve ő lett Paks legnagyobb mentora. Hát meg a déli áramlat. Meg a déli áramlat is, igen. Ugye a déli áramlat az még hangsúlyosabb, mert a Paks 2-nél mi csak a vizsgálatokig jutottunk el, pontosabban a vizsgálatok előkészítéséig jutottunk el. Ami szerintem teljesen legitim dolog, most teljesen függetlenül attól, hogy mi milyen döntést hoztunk. Igen, mert ez nem elkötelezettség arra, hát, hogy megcsináljuk, hát hanem ez... megvizsgáljuk azt, hogy egyáltalán kell-e, hát, vagy ha igen, hogy miképp. Így van, és ugye ennek nagyon hangsúlyos része a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Tehát mi ezt az egészet úgy, megint naív módon úgy csináltuk, ahogy ez a korábbi játékszabályokban meg volt írva. Már akkor is ez a támadás megindult. De a déli áramlat az ennél sokkal plasztikusabb példa, hogy hogyan fordul a Fidesz 180 fokkal ahhoz képest, amit mond. Hát ugye nem az a lényeg, amit mondunk, hanem mit csinálunk, mint tudjuk. Az a déli áramlat, ugye, mert ott tényleg hazalárulással vádoltak bennünk. Ez szó szerint ezt a kifejezést használta, azt hiszem, az akkori pártelnök, mármint a fideszes pártelnök. És de már akkor tárgyalt az oroszokkal. És már az én információim szerint már akkor mondta azt, hogy más csinálunk és más mondunk. Majd azt követően, amikor kormányra kerültek, ugye akkor 180 fokos fordulat a déli áramlat ügyében. Tehát ez egyértelmű, de sok olyan példát tudok mondani, ami azt erősíti, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk. Ugye ez fordítva az úgy hangzik, hogy ne legyen jó, egyetlen egy jó intézkedésre tudjon keresztül menni, mert az erősíti a kormányzatot, ugye a 2010 előtti kormányzatot. Hát a Sukor ügy ez pont ilyen. A Sukor ügy az pont arról szólt, hogy hogyan lehet a jó döntéseket megakadályozni. De mondok még egyet. Volt, akkor már MNV-ben dolgoztam, MNV ZRT-ben dolgoztam, amikor azt hiszem, de nem vagyok 100% biztos benne, hogy az Audi terjeszkedéséhez kellett az MNV pozitív döntése arról, hogy bizonyos földterületeket, amelyek állami tulajdonban voltak, azokat megkapnak a terjeszkedéshez. És az egész ügyet le kellett tárgyalni akkor a Fidesz vezetésével, és csak úgy járultak hozzá az én ismereteim szerint ahhoz, hogy ez a döntés megszülethessen, ha ők kommunikálhatják majd kormányra kerülés után a döntést. Tehát ez a pozitív döntés nem erősítheti az MSZP kormányát 2009-2010-ben, 2009 második felében, 2010-ben. És egy csomó ilyen ügyet tudok mondani, amiben az van, hogy ami jó döntés, az nem fűződhet az MSZP kormány nevéhez, mert hogy ugye minél rosszabb az oldalnak, annál jobb nekünk, illetve ne legyen jó döntése a másik oldalnak, mert az őket erősíti. Tehát ez a déli áramlattól kezdve Paksig sok minden kiterjeszthető, de az egészségügyi reformra is, meg a oktatási reformra is, meg az összes többi ügyre is. Azt mondja nekem, a gyerek kiheverte a letartóztatást? Húha, ezt... Mert ugye ez úgy zajlott, hogy egy reggel megjelentek, ott éppen indultak volna fagyizni, amikor magukra törtek a kommandósok. És a gyerek kicsiként ott ült, és nem értette, hogy mi van. És egy hét múlva, amikor kiengedtek, ugyanaznap el akartunk menni fagyizni, mert ugye ez fagyizás közben történt, mentünk volna ki a kapun fagy, és akkor ránk töntöttek, gyereket elvitte a szomszéd néni. És egy hét múlva fagyizni akartunk menni, és akkor megkérdezte a 4 éves Zsiga, hogy mama, most fogják a rendőrbácsik engedni, hogy elmenjünk fagyizni? És hát ez egy megrázó élmény volt akkor is, ezt követően is, még ma is.
Érdekes módon ő nagyon sokat álmodott azzal, hogy őt üldözik börtön, hogy börtönbe zárják. Kérdezte a nagyobbik testvérét, hogy Jurika, ő jogász, hogy miért kerül az ember börtönbe, miközben mi erről nem beszéltünk sohasem. Uh-huh. És nem csak mi nem beszéltünk, az osztálytársai se. Nagyon rendesek voltak, sok isféle iskolába járt ezen idő alatt. Osztálytársai se, pedagógusok se beszéltek róla. Tehát ő nem tudta ténylegesen, hogy mi történt, de mégis megérezte. Igazán szerintem mostanra igen, de ezt ő nem tudja, hogy engem letartóztattak. Ma sem. Mm-hmm. Tehát, hiszi ön? Beszélgetünk azért dolgokról, tehát ő tájékozódik, most már interneten is ugye sok mindennek utána olvas. Annyit tud, hogy engem a Fidesz nem szeret, és hogy üldözött és bírósági úton is próbáltak rajtam fogást keresni, de konkrétan erről, hogy engem letartóztattak volna, még nem beszéltünk. Ja, akkor ne engedje, hogy megnézze ezt a műsort. Melyik? Ezt? Rendben. Köszönöm. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra.